Közmeghallgatással vette kezdetét az idei év első önkormányzati ülése, melyen egyetlen hozzászóló tett fel kérdéseket a város vezetésének, elsősorban lakókörnyezetének közlekedési nehézségeit és az ipari park fejlesztés elképzeléseinek ügyében. Kérdésére a feltett kérdésekre a válaszokat írásban adja majd meg a település polgármestere. Ezt követően Filóni Ferenc Ibolya beszámolt a Völgységi Kistérségi Tanácsban megszületett döntésekről. Az év elején rögtön a januári első munkanapokon a társulás költségvetésének a tervezésével kezdjük itt meg a hivatalban a munkát, hiszen nem csak a várost, hanem rajtunk kívül 24 másik települést is érint, mert valamennyi önkormányzatnak el kell fogadnia, és ezért ez a munka már rögtön idén is, január 2-án az első munkanapon megkezdődött, és a testület egyhangulag el is fogadta az előterjesztésünket. A társulás ebben a formában, egy ilyen felállásban, hogy tagok 1, tagok 2 és tagok 3 csoportba osztjuk a 25 társult települést a különböző feladatok ellátása tekintetében, ez 2016 óta áll fenn, és az elmúlt 7 év azt igazolta, hogy ez a gondolkodás, ez a döntés ez jó volt, hiszen mindenki olyan feladatban vállal közösséget és részesül benne, amit önként vállal, illetve nyilván a törvényi kötelezettségeknek is valamennyi önkormányzat település eleget tesz. Azt lehet elmondani a társulásról, hogy az önkormányzatoknak mind az önként vállalt feladatok, mind pedig a lakosságszám arányában nagyságrendileg egy 62 millió forintos költséget kell hozzájárulásként megfizetni az idei esztendőben ahhoz, hogy egy megközelítőleg 420 millió forintos főösszeggel tudjon működni ez a rendszer. Én bízom benne, hogy ennek nem lesz akadálya, és továbbra is együtt tudunk dolgozni valamennyi településsel a Bonyhádi járásban. A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta az idejévre szóló rendezvényi tervet. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, rendkívül színes évvel néz majd Bonyhád város. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki javaslataival és a konkrét programtervezetével segítette ezt az anyagot összeállítani, hiszen nem csak önmagában az önkormányzat programjait gyűjtjük ilyenkor egy csokorba, hanem januártól egészen december végéig valamennyi itt működő civil és sportszervezet és egyéb és az intézményeinknek a tervezett programjait fésüljük egybe a város rendszeres programjai közé, a nemzeti ünnep, illetve akár a fesztiválok közé, és így idén is elmondhatjuk, hogy egy nagyon gazdag, nagyon színes programsorozat állt elő. Bízom benne, hogy mindegyik sikeres lesz, és meg tudjuk valósítani közösen a civil szervezetekkel és az intézményekkel együtt. Bonyhád város önkormányzata a működtetője az iskolafogászati ellátásnak. A csökkenő gyerekszám következtében módosítani kellett a rendelési időket, mondta el Filcinger Ágnes, a városi edzője. Hetente 28 óra volt eddig a rendelési idő, és most ez 26 órára változik február 1-től, tehát a mai naptól. Lényeges változás azonban, illetve lényeges körülmény azonban, hogy helyét minden napján van rendelés. Általában fél órákkal csökken, illetve egy esetben egy órával csökkent a hét egy napján. Második alkalommal kerül sor a szerződés módosítására, az élelmiszer árak közismert emelkedése miatt kérte a szolgáltató, hogy egy rendkívüli árindexálást hajtasson végre 20%-os mértékben. Ezzel a hozzászólással indította annak a napirendi pontnak a tárgyalását Filcinker Ágnes bonyhádvárosi edzője, mely arról szólt, hogy a közétkeztetést biztosító gazdasági társaság már nem tudja a régi áron előállítani a fejadagokat, és ezért került sor egy elfogadott áremelésre. Bonyhádváros önkormányzatának a jelenlegi közétkeztetést biztosító szolgáltatóval szerződést kell módosítani az élelmiszerárakban bekövetkezett drasztikus áremelkedésre tekintettel. A KSH által kimutatott emelkedés ezen a területen mintegy 40%, azonban a szolgáltatóval történt megegyezést követően 20%-os emelkedésre kerül sor a térítési díjakban, illetve a szolgáltató felé fizetendő díjakban is. Ennek következtében az önkormányzatnak módosítania szükséges az étkezési nyersanyag normára vonatkozó rendelkezéseit, illetve a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletet, amelyben a közoktatási intézményekben
lévő térítési díjak foglaltatnak, illetve a szociális rendeletet is módosítani szükséges, mert a gondozási központ térítési díjait tartalmazzák a szociális rendelet rendelkezései. Mindez azt jelenti, hogy a gondozási központban fizetendő eddigi 1000 forintos térítési díjak 1200 forintra emelkednek.